Szeretettel köszöntök minden kedves nyári gyermeket, és Angie-t is, aki ismét elvállalta azt, hogy velem kibeszéli ezt az epizódot. Sziasztok! Aki még nem tette volna meg, az nagyon sürgősen iratkozzon fel a csatornáinkra, illetve a leírásban szerepelni fog Vikingnek is a csatornája, meg Angie-nek is a csatornája. Vikingre is iratkozzatok fel, mert ő is nagyon érdekes témákkal készül. És csapjunk akkor a lovak közé. Ugye a második évad második epizódjánál tartunk, ugye, ami hát egy elég káoszos jelenettel indít. Ugye közvetlenül a kicsi Jaehaerysnek a halála után vagyunk. Hát igen, látjuk, ugye, hogy alagál Aegon Jaehaerysnek a halálára, tönkreteszi Viserysnek a Lego készletét, úgymond. Igen. Ami szerintem azért sokaknak a szívébe szólt ez a jelenet, hiszen Viserys jó 20-30 évet belefektetett ebbe a munkába, de ugyanakkor meg lehet érteni Aegonnak is ezt az erős, bosszú vágyas reakcióját, hiszen meghalt az örökös, eléggé brutális módon ölték meg a gyermekét. Aztán akkor látjuk Alicentet is Ottóval beszélgetni, ami azért érdekes jelenet volt számomra egyrészt. Ottó eléggé azonnal olyan érzéktelenül vette a dolgot, hogy hú, ez most az ő esetükre hogyan jön jól, mit lehet belőle kihozni, hogy ez az ő ügyükhöz még jobban hozzá adjon valamit. Pszichopata még állat. Alicent, ugye ez... Még Alicent azért kicsit jobban összetölt, egyrészt meghalt az unokája, másrészt meg szerintem a Kristonnal való dolog is ott hozzácsapott, hogy érezni ott egy jó nagy adag bűntudat, ott állat saját maga felé, nem is tudom, hogyan mondjam, shame. Ja. Hát Ottónak ez a nem szabad, hogy megrázzom. What the hell? Are you crazy? De most komolyan, mi az, hogy ne rázzom meg? Kész voltam ezen a mondaton teljes mértékben. Tehát, hogy így ott volt a, nem tudom, piszkavas a gondoló mellett, azzal csapkodtam volna meg, hogy mi az, hogy ne rázzom meg. De megrázz! Igen, és ugye egyébként visszatérve a legelejére, hogy ugye az előző kibeszélőben beszéltük, hogy full üres volt az egész szint, lakosztályi szint, hogy mennyire furcsa, és mi így a magánbeszélgetésünkben beszélgettünk Larrysról. Majd a későbbiekben én még ki szeretném fejteni Larrysról a véleményemet, de én azt gondolom, hogy Larrysnek a keze van abban, hogy full üres volt, úgymond az a szint. És itt az első pár jelenetben látjuk is, hogy mennyi ember van valójában a várban, és hogy ezek közül egyetlen egy se volt ott, az azért felettébb gyanús. Tehát, hogy még a szolgálók se. De minden. Hát, ugye nekem ehhez kicsit másabb ötletem van, mint neked. Igen, tudom. Csak tudod, kell ilyen is, meg olyan is. Ja, persze, hogy ne. Hát, ha megnézed, akiket felhajtottak, azok leginkább szolgálók voltak, akiknek megvan a maguk feladatköre, hogy éppen hol kell lenniük. Gyertyát gyújtanak ebbe a terembe, előkészítenek ezt a konyhai alkalmazottak, és a többi, tehát nem is igazából ezeket az embereket hiányoltuk szerintem az előző részben, amikor Helinát megtámadták, hanem az őröket. Viszont az őröket Larrys nem parancsolhatja, tehát nem mondhatja nekik, hogy ide meg oda menjetek. Ez Kriston Cole-nek a dolga, aki egy testőrség parancsnokaként. És a később egyik jelenetben Arik meg is kérdezi, hogy és te hol voltál, és miért nem volt Helena királynének semmilyen védettsége. Yes, tehát yes, ez szerintem inkább Kristonnak a felelőssége volt, amit valószínűleg azért volt annyira kevés őr a környéken, mert így később az is, hogy lebukik Alicenttel, vagy nem tudom. Uh-huh. Igen. Erre majd még térjünk vissza, mert erre is vannak gondolataim. Oké.
Na de egyébként ki szeretném javítani magam, mert az előzőben azt mondtam, hogy az a legenda az a patkány királyról szól. Ezt elrontottam, nem patkány király van a legendában, hanem patkány szakács. Csak ugye az istenek úgy büntetik, hogy egy óriási fehér patkánnyá változtatják azt a szakácsot, aki ugye megetette a királlyal a saját fiát. És ugye úgy azzal átkozták el, hogy csak a saját ivadékait eheti. Tehát, hogy semmi más nem tud fogyasztani, és ennek hatására amúgy meg állandóan éhes. És a Larisszel kapcsolatban van ez a teória, hogy varg lehet, mert hogy kb. Azóta vannak patkányok a kastélyban, amióta ő megjelent. És egyébként a Strongoknak a vérvonala, vagy a háza, az ugye a hősök koráig nyúlik vissza. Tehát ők már a kezdetektől itt voltak Westeroson, az elsők vére folyik bennük. Úgyhogy elképzelhető, hogy van bennük varg vér. És ugye a székhelyük Harrenhal, ami közvetlen szomszédságában van a Varsafa szigetnek, tehát ugye az arcok szigetének. Úgyhogy így ezért is gondolják, hogy ő varg lehet, meg ugye, hogy ő mindent lát, meg ugye Alicentnek is ugye személyesen kiválasztotta a kis személyzetét, úgyhogy a személyzet is neki leselkedik. Szóval nem tudom, nekem nagyon tetszik ez a teória, hogy a Larissa esetleg varg, persze nyilván benne van az, hogy nem, de ja, szóval ez így tök érdekes. Meg ez, hogy tud Crispyről, meg Alicentről, kizárt, hogy nem tudott vérről és sajtról. Tehát az, akinek ennyire kiterjedt hálózata van, kémhálózata, nincs az az Isten, hogy az ő vigyázó szemei, tehát hogy el tud suhanni egy patkány fogó, meg egy mészáros, aki el tudja kerülni a figyelmét. Szerintem ő konkrétan megengedte ezt az egészet, hogy jó, rendben, oké. És akkor így hoppána, kitalálja meg vért azonnal, Larissa. Szóval nekem gyanús ez a faszi, nagyon. Én azért ennyire nagy jelentőséget Larissanak még nem tulajdonítanék. Szerintem, tehát ahol a vér és sajtnak végig kellett menni, ott igazából már csak benne a trónteremnél találkoztak először emberrel, és az is egy őr volt, aki nem Larissanak a szolgálatában áll. A legelső, amikor egy szolgálóval találkoztak, az az volt, amikor már megtalálták Helenát is előtte pár pillanattal. Aki utána valószínűleg biztos, hogy Larissanak ment el adni a drótot, nem pedig egy őrnek vagy hasonlónak, csak hogy ezt nem láttuk. De nem Larissanak, persze van egy iszonyat nagy besugó hálózata, de ne felejtjük el, hogy Viserionnak a besugó is úgy jelen voltak a palotában, hogy ő arról sokáig nem tudott. Ja, de ő gyerekekkel operált, nem? Mint a Varys. Ja, nem, meg szolgálókkal, igen. Viserionnek az előző szolgáló lánya is Viserion besugója volt. Aha, meggyújtott ott a... nem villany, hanem gyertya. Igen. Igen. Ottóra visszatérve, meg amikor, tehát az, amikor, mint mondtál, hogy Alicenttel beszélget, engem olyan szinten érdekesít Alicent, hogy valami hihetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy ott azért pánikolt, vagy azért akadt ki, nem is a Jaehaerys miatt. Hát nyilván mondta, hogy haj, az én lányom, hogy lehetett ezt csinálni a lányommal, persze, hát kösz. De hogy szerintem benne ő saját maga miatt érez bűntudatot, nem azért, mert a Jaehaerys megölték. A saját bűne sokkal fontosabb neki, mint az, hogy megölték a trónörököst. Nekem ez. Igen, és ezt egyébként egy következő jelenetben láttuk is, amikor Helénával beszélgetett. Tehát nem az volt, hogy megpróbálja valamennyire megvigasztani, vagy megölelje, és hadd sírja ki a vállán magát, meg ilyesmi, hanem. Amit tegnap láttál, amikor bejöttél, tehát... Alicent, senkit nem érdekel! Igen, tehát szerintem is persze biztos, hogy valamilyen szinten érez fájdalma a Jaehaerys halála miatt,
De ahogyan eddig is láttuk a sztoriban, ezek nem egy erős családi viszonyok, amik a zöldeknél vannak, tehát konkrétan Alicentről eddig egy nagy anyai jelenetet nem nagyon láttuk, azok kívül, amikor Mélisz elévetette vetette magát, hogy védje Aegont. Kb. Az volt az Úgyhogy inkább itt egyedül. valószínűleg, igen, úgyhogy valószínűleg itt tényleg van benne egy jó adag szégyen, magán, a saját önmaga utálata, és ezeknek a velejtége, ami miatt most annyira kifent magából, meg plusz, hogy ugye meghalt az unokája. Igen, egyébként felfedeztem, képzeld el egy hibát, az angolban, nem a magyarban. Na. Hogy ott a kis tanácson, ugye, amikor az Otto mérhetetlen pofátlanul megpedzi ezt az egészet, hogy ugye vonuljanak végig a városon, azt mondja angolul, hogy Jaehaerys was my grandson. És a grandson az ugye, Igen, ezt hallottam. aha, Viszont hallottam. angolban nagyon sokan használják azt, hogy nem mondják úgy, mint például, hogy mi magyarban kimondjuk, hogy a dédi, meg az üki, meg amit tudom én mi, hanem angolban, a sok paraszti angolban csak simán azt mondják, hogy grandson, my grandma, még akkor Igen. is, hogyha az ükimmel. Igen, de érted, tehát, hogy így utána kellett gondolnom most így a generációknak, hogy várjál, nem great grandson egyébként. De. És hát, a de magyarul nem egyébként igen, dédunk. tehát meddig tartott volna igen ezt belerakni, de szerintem ez ugye a legkisebb bajó. Persze, csak így kis csemege Igen, egyébként. igen, igen. Kis. Mindenkinek. És egyébként meg le a kalappal az Egon színész előtt, tehát már Igen. attól eltört az összes csontom, hogy néztem, hogy szétverte az óvelír makettet, és egyébként annak is abszolút megvolt a szimbolikája, hogy így szakított minden úgymond gyökerével, vagy nem tudom, tehát hogy így szétrombolta mindazt, amit a Viserys ugye fölépített, meg az előtte lévő Jaehaerys. És valami fenomenális volt ez az alakítás. Abszolút átéreztem a dühét, és egyébként fekete párti vagyok, de szolidaritásból most zöldet vettem föl, mert Egon nagyon-nagyon megérintette a kicsi szívemet, hogy úgy mondjam. Azt a feketét. Jéggel telít. Nem, a színész egyébként tényleg fantasztikus, tehát egy olyan karaktert, aki egészen a második évad kezdéséig a legtöbben úgy voltak vele, hogy van fontosabb karakter is, ami nagyon érdekel. Egy eléggé összetett karakteré hozta ki. Igen. Tehát tudod dolgozni azzal az anyaggal, amit adtak neki, de egy kicsit más szintre emelte. Tehát igen. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Aegonnak azért vannak eléggé érdekes ügyei, például a fattyai a patkánymermekben, vagy a szolgáló lány, aki rá összekölte magát, de valahogy mégis tud az ember most együtt érezni vele, és úgy, ahogy félig meddig még meg is kedvelni. Igen. Igen, tehát lehet vele szimpatizálni, meg hogy mondjam, tehát... Ott a kis tanácson is például teljesen kiakadt az Ottónak az ötletén. Igen. Tehát annyira jól játszott, hogy what, mi? Az anyámat, meg a feleségemet, a halott gyerekemmel küldjem ki az éve? Nem! És akkor igen. Az Ottónak... Egyébként ott neki volt az egyetlen olyan reakció, ami szerint egy átlag ember reagált volna. Mindenki igen. Egyszerre elkezdte gondolni, hát mondjuk igen, ez úgy jól jönne az ügyünkhöz. A propaganda, ugye, és akkor ő volt az egyetlen, aki mondta, hogy nem fogja úgy végigvinni a fia testét, mint egy halott kutyát. Meg az a Jasper is, ugye, ott okoskodott, meg az Orwell, és így, tényleg, igazából rátok is gyanakodhatnék, úgy, by the way. Yeah. És egyébként nem tudom, hogy észrevette, de, vagy csak én látok hülyeségeket már mindenbe. De szerintem az Egon volt kb. Az első, aki belenézett Helénának a szemébe. Tudod, ott, amikor össze találkoztak a lépcsőn. Így a felszínen nyilván az jön le az embernek, hogy így basszus, olyan nyomorék az anyjuk, hogy még azt se tanította meg nekik, hogy hogyan kell ugye vigasztalni a másikat, vagy hogyan forduljanak egymáshoz szeretettel.
De szerintem ott volt egy, volt ez a pillanat, ez amikor így összetalálkozott a szemük, hogy így osztozom a fájdalmatban, vagy valami ilyesmi, mert nekem azért van ez az érzésem, mert a Helena utána így bólogatva fordult tovább. Aztán lehet, hogy én látok bele túl romantikus dolgokat. Egyébként hasonlóságot mondasz ahhoz, amit a színészek mondtak a karaktereikről. Tehát Egon színész azt mondta, hogy érdekes, hogy kapcsolatuk van nekik, de van köztük egy ilyen belső megértés, hogy békén hagyják a másikat, de ugyanakkor tudják, hogy a másik az, ami az egyetlen, aki tudja, hogy a másik hogyan érez. Aha. Tehát na, Egon tudja, hogy Helen az egyetlen, aki tudja, hogy ő hogyan érez, hogy mi történik. Na, yeah, ők az egyetlenek, akik meg tudják az a másikat érteni, úgy igazán. Aha. Amúgy nem néztem ezeket a behind the scenes. Nem tudom, hogy te ezeket hagytad, azért mondtam. Igen, igen, de jó, tök jó. Egyébként akkor erre visszatérve, ugye, amikor küldted nekem a privát beszélgetésbe is a Meraxesnek a koponyáját, hogy ezt észrevettem el. Aha. Tehát ez már az előző videóban is benn volt, amikor az első rész kijött, hogy mik várhatóak az évad többi részében, és abban is volt egy ilyen kis jelenet, és akkor már mindenki teorizált, hogy ez Meraxes, ez biztos. Aha, na. Tehát ez előtte volna neked akkor a point. Egy zseni veszett el bennem, jó alaposan, azóta se talál ki szegény. Szóval igen, egyébként akkor most még egyszer megerősítem a nézők számára, hogy aki kételkedett eddig, hogy mit látunk Rhaenyra mögött, az Meraxesnak a koponyája, az a sárkány, megjelent egyébként a Kárpiton is, ha jól igen, emlékszem. Volt a fehér. Ő a fehér, a középső sárkány volt. Uh-huh. Igen, és ugye ők, ő az az egyik sárkány, aki a hódítás során ugye baromi aktív volt, és először így megrökönyödtem, hogy mit keres Belárionnak a koponyája a sárkánykőn, de aztán rájöttem, hogy nem, hát csak nem hozták magukkal. Úgyhogy kizárásos alapon ugye Meraxes lehet, mert ugye Véger még él. És egyébként borzasztóan imádom azt, hogy sárkánykőből ennyire sok helyszínt megismerünk, tehát ezeket a szobákat. Mert eddig ugye Stannis-éknél csak a térképasztalt láttuk kb. Meg a partot, meg ugye Dany-nél a tróntermen. És most meg hálótermek, meg könyvtár. Tehát az a könyvtár úgy elfogadnám. Tökre elfogadnám. Ja, egyébként, ha már a könyvtárnál tartunk. Szóval, hogy ugye, hogy kinyitja az a hódító Egon, meg a nővér feleségei, vagy nem tudom, hogy mondjam. Uh-huh. És a következő oldalon pedig igen, bizonyos vége. Igen. Ami egyébként azért kicsit szerintem könyvolvasóként szívmelengető volt, mert Rhaenyra idolizálta vízanyát. Igen, pont ezt akartam. Nagy kedvence volt, hősnője volt, igen, úgy hordta a haját, hogy régen viszonya ilyen tipikus valír fonatokban, ugye, amiből sajnos most nem látunk, de igen, meg a lányát is a vizenyának akarta nevezni. A húgát is már annak akarta nevezni az első részben. Igen, igen. Mondt, hogyha a lány születik, akkor vizenya lesz a neve. Igen. És Vágárnak a tojás, nem, egy tojást hozott, amire azt mondta, hogy úgy néz ki, mint Végárnak a tojása. Igen, igen, mert ugye vizenya Végárt lovagolta meg. És egyébként mennyire, kirázott a hideg, mennyire ambivalens, hogy a kedvenc történelmi karakterének a sárkánya öli meg a fiát. Nem? Kirázott a hideg! Egyébként, ha már a kódexnél tartunk, igen. Az előző résznél volt egy ilyen színfalak mögötti videó, hogy hogyan készítették Helenának a szobáját, és akkor ebben mutatták ezt a kódexet is, hogy én megírtak hozzá tényleg mindent. És a szörnyfüles rajongók kiszúrták, hogy van benne egy ilyen mondat, mi szerint Dénisz, álmodó Dénisz volt Balerionnak az első lovasra. Igen, igen. Jaj. Ez csak egy ilyen háttérinfó. Igen, és egyébként meg én megállítottam a filmet, hogy elolvassam, mi van odaírva. Igen, tudom. Elvakult rajongó. Jó, mindegy. És hogy azon gondolkodtam, hogy Belárionnak van-e valami köze a hosszú éjhez. Ezzel majd még gondolkodom, még ki akarok dolgozni egy teóriát ezzel kapcsolatban, mert
Vannak érdekes észrevételek Beleriannal kapcsolatban, meg Dénisszel, most, hogy úgy tudjuk, hogy Dénisznek a sárkánya volt eredetileg. Úgyhogy, na jó, elmondom, szóval az a lényeg, hogy ugye van ez a teória, hogy sárkánylovas nem lehet álmodó, álmodó nem lehet sárkánylovas. Vannak kivételek, mint például Dénisz. Ugye Dénisz az álmodó, aki sárkányháton jött át ugye sárkánykőre, és azt mondja ez a teória, hogy ugye a sárkánylovaglás hasonlóan működik, mint a vargolás, tehát hogyha egyszer lovas és sárkánya bondolt, és a lovas meghal, a lovasnak egy része benn marad a sárkányban, tehát ugyanúgy, mint a hullókban ugye az erdő gyermekei, akiket a Bran érzékel, és hogy Beleriandnak a lovasai Dénisz miatt automatikusan álmodókká válnak. Lásd Egon, lásd Viserys. Na most én az utóbbit azt vitatom, tehát én nem gondolom Viseryst álmodónak, de ez egy nagyon érdekes kapcsolat szerintem. Csak ennyi. Helenára szeretnék áttérni. Az az első jelenet, azt hiszem, amikor találkozunk vele, amikor azt a takarót, vagy halott éleplet szorongatja, amit ő az első epizódban hímzett, és végül láttuk, hogy a kicsi Jaehaerys köré rakták, és amikor én erre rájöttem, majdnem elbögtem magam rajta, mert ez azt indikálja, hogy amikor hímezte, már akkor tudta, hogy mi fog történni. Igen, csak Helinánál az a számomra a kérdés, hogy mennyire tudja megmondani, hogy mi fogna történni. Tehát, hogy ez mennyire nála egy 100%-os dolog, hogy igen, a fiam meg fog halni, vagy csak egy ilyen hatodik érzékként most kell egy ilyen halott illetlet csinálnom, mert ki tudja, vagy érted, hogy mit mondok. Tehát, hogyha viszont nagyon tudja, hogy meg fog halni a fia, akkor miért nem mond a senkinek? Ha tudta, hogy Mélisz például fel fog jönni a padlóból, miért nem mondta el senkinek? De hát, elmondta. Ezek a kérdések, hogy a látomásai... Értem, hát, persze. Közben meg tud rendes mondatokat összefoglalni, tehát... I know. Igen, de ugye már az első évadban is érzékeltük, hogy rohadtul senki nem figyel rá, mert állandóan össze-vissza motyog, és valószínűleg ő se nagyon tudja, hogy így szétválasztani a valóságot az álomtól, vagy nem tudom, mert ugye mondtam, hogy szerintem az a sok látszódott rajta, hogy rájött, hogy ez nem látomás, amit átél, hanem valóság. Vagy hogy az látomása válik valóvá. Szóval, hogy ezért gondolom azt, hogy ennyire kikészült így a második epizódra, tehát látszott rajta, hogy full gyászban van, mint hogyha így magát okolná, amiért nem jött rá arra, hogy ez nem látomás, hanem valóság. Nem tudom. Mindenesetre nagyon, nagyon-nagyon sajnálom szegényt. És Alicentet nagyon a saját hajával folytanám meg komolyan, tehát, hogy így gyászol a lányod, és akkor ja, egyébként, amit lát, két érdekel, senkit nem érdekel. De tényleg baromira fölháborít az egész. Hát igen, eléggé elszent egy karakter ő is, meg mondjuk engem ebben a részben akkor volt az, akit úgy hiányzott volna neki egy ilyen. Igen, és egyébként borzalmasan szégyellem magam az összes rajongó nevében is, vagy helyett is, akik képesek a színésznek az Instagram oldalára oda menni és hétálni szegényt, amiért elvállalt egy ilyen szerepet. Tehát, hogy így tudni kell szétválasztani a szerepet a színésztől. Tehát a színész, ő nem ölte meg senkit, nem vetett úgymond kardélre senkit, vagy legalábbis nem úgy. És felháborít az is, tehát, hogy így, hogy lehetnek ennyire hülyék az emberek? Tehát... Főleg, hogyha tényleg, ha megnézel egy-két interjút, hogyha már eljutsz odáig, hogy kigugliz ki a színész, aki ezt a karaktert játsza, akkor már nézem már pár videót, Fabian Frankel, aki Colt játsza, egy tünemény az interjúban. Igen. Tehát Matt Smith, aki Damon játsza a legjobb haverja a való életben. Igen.
és hihetetlen, hogy tényleg felnőtt emberek, akik a sorozatot nézik, és annyi nem jut el tényleg az agyukig, hogy ezek színészek, forgatókönyvet olvasnak, és lehet, hogy a karakterétől, a saját maguk karakterétől 180 fokos eltérő karaktert játszanak, de ezek csak játszanak. Színészkedés, ez a lényeg. Igen, ezek szerepen. Tehát ugye a és Joffrey is igen, és ezért hogy hagyta abba a igen, ő ezért színészkedést. is hagyta abba, igen. És hogy tényleg halálos, halálát kívánó üzeneteket küldenek meg, öld meg magad, meg undorítóan nézel ki, meg mit tudom én, mit tehet. És egyébként ebben eznek a résznek a vonzásaként nem csak ő az egyetlen színész, aki sok utálatot kapott, de érdekes módon Ewan Mitchell is, aki Aemondot játsza. Csak hát ugye neki nincsen social médiája, tehát őt annyi nem könnyű elkapni, de a rajongók nagyon kikeltek magukból, hogy hát testileg nem ér fel az ő állampasi kinézetükre. Jó, Hát kékére hát találták azt a jelenetet. Úgy nézett ki tényleg, mint a Voldemort újra születés, vagy igen, újjászületése. De hát ez megint az, hogy tehát ezzel nem a színész kell utálni, tehát De nem ő érted, a creepy ember, hanem én mond. Nobody shaming, oké? Okay? Tehát, na. Tehát, hogy nem azt kell nézni, hanem mondjuk azt a pózt, amiben az a magzat póz, amiben ott feküdt, mert annak van jelentősége igazából, nem annak, hogy kilátszik minden csontja. Na de, ha már Raymond. Hát kicsit ugrálunk, bocsi. Megy a vita a neten, hogy most akkor mi volt az az ital, amit kitöltöttek neki. Volt olyan, hogy tej, volt olyan, hogy anyatej, volt olyan, hogy milk of the poppy, tehát ez a... Mártej. De emberek azért akkor a mennyiségű mágtej szerintem 2 másodpercen belül kiírne, úgyhogy valószínűleg nem az volt. Jól emlékszem, az északiaknak is van egy ilyen sör-italjuk, ami majdnem ilyen fehéres színű, tehát ilyen textúráltabb, mint egy átlag sör. Akár az is lehetett. Az is lehetett, de feltűnően fehér volt. Úgyhogy ha nem is tej volt, de szerintem mindenki annak nézte. És maga ez a magzat póz, meg hogy az simogatja a nőci, aki ugye jóval idősebb, mint ő, így nekem full azt az érzetet keltette, hogy ugye anyja helyett, anyjaként ugye fölbérelte őt, hogy egy kicsit vigasztalja, és megütközhet az ember, hogy így ugyan miért kell egy ilyen brutál bladelfet vigasztalni, és ő maga mondja, hogy megbánta azt, amit csinált. Igazából nem akarta Luxerist kinyírni. És itt igazából tökre szerethetővé vált egy pillanatra számomra, mert ő képes volt azt mondani, hogy sajnálom. És ez full respect. De hát én mondok, van egy jó nagy adag anyakomplexusa, hiszen szeretet nagyon soha nem kapott se az apjától, se az anyjától. Cikizve is lett gyerekkorában, úgyhogy igazából nem is csoda, hogy olyan lett, amilyen. Hát ez az örömlány, akinél megvan, róla már hallottunk az előző évadban is, ő volt az, aki szépen mondva elvette a szüzességét Aemondnak. Valószínű. Igen, Aegon unszolására. Úgyhogy van köztük már történelem. Nem éppen egy egészséges dolog, hiszen 13 éves volt akkor még csak. De Aemond valahogy mégis csak mindig visszahúz ehhez a nőhöz, és érdekes egyébként. Igen, tehát, hogy így elhúzódott a csók elől, tehát ez evidens, hogy ugye nem szerelmet keres, meg nem az a lényeg, hanem tényleg, hogy egy kicsit így abajgassánk. Igen. És ebből a szempontból meg tökre lehet sajnálni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És már megint az Alicent a hibás. Viszont Alicentről visszatérve, tehát ez majdhogynem ilyen generációs trauma. Tehát ez nem Alicenttel kezdődött, hanem ez az, amit Alicent is látott ugye az apjától. Tehát ott sem volt éppen egy minta, akit ugye az ő szülei milyenek voltak, de Alicent azt adta át, amit ő látott. Ami ugye nem sok, és hát látjuk, hogy ez az ő
gyerekeinél hogyan ütött vissza. Igen, meg egyébként tökre látszik a különbség, ahogy például ugye Jesseris, amikor hazaérkezik, és hogy a Renirával, ugye az anyjával együtt sírnak a Luke elvesztése miatt. Itt meg ugye a vége felé Alicent bemegy oda az Egonhoz, hogy majd akkor ő jó helyre teszi, és látja a síró fiát, és így okay, I don't need this shit, és így elmegy. Tehát, hogy így... Igen, és én egyébként, amit érdekesnek tartottam, hogyha belegondolsz a 8. részbe, Alicent egy tök átlag szolgálólányt meg tudott vigasztalni, Diana-t, de a saját fiát egyszerűen képtelen, a saját gyerekei felé egyszerűen képtelen szeretetet sugározni. Az egyetlen talán szeretetre méltó megnyilvánulása az az volt, amikor ott parádéztatták, tudod, őket, és a Helén olyan pánikrohamot kapott. Talán ott mutatkozott meg egyedül az anyaisága, de mondom, tehát... Amúgy igazad van, tehát Otto sem egy, mint a apa, azt azért hagyjuk meg. Mondjuk lehet, hogy a maga módján azért szereti a lányát, mert hát mégiscsak az anyjára emlékezteti. Ugye ezt az első évadban mondta is, amikor felvette az anya ruháját, hogy ha. De... Visszatérve Émondra egyébként, nekem baromira tetszett, amikor visszaérkezett a kastélyba, és egyébként ugye köpeny volt rajta, tehát ugye már abból lehetett tudni, hogy hogy nem volt jelen. És ami nagyon-nagyon tetszett, operatőri munka, megint csak ezt tudom dicsérni, hogy ugye látta, hogy eltűntek az érmék a térképről, és az asztal alatt talált egyet, amit így fölemelt, és a jó szeme elé rakta. Hát már a Trónok harcában is láttuk, de talán itt is, hogy a halottaknak a szemére ilyen köveket, meg érméket raknak, meg ez ugye való világban is tradíció volt, és hogy így nekem azt szimbolizálta, hogy ekkor jött rá, hogy valójában ő volt a célpont, mert ugye nyitva is volt ott az a titkos ajtó. Szóval, hogy zseniálisan meg volt komponálva ez az egész, ahogy ő rájön arra, hogy ő volt maga a célpont, és nem Jaehaerys. Szóval zseniális. És ez a kis mosoly, ami utána volt, hogy ő azért bóknak veszi, hogy démon őt ekkor ellenfélnek tartja, hogy az ágyában akarja megöletni, nem pedig nyílcsatában. Igen, igen. Legyeszette a kis lelkét, az biztos a büszkeségén. Meg mennyire durva egyébként, tehát ugye az előző epizódban nem biztos, hogy így leesett. Mert nekem például nem esett le teljes mértékben, hogy az konkrétan Aemonnak a szobája. És ugye mondtam, hogy a sajt ugye megcsodálta ott a Harrenhalról készült képet. Ugye én Kárpitnak néztem, de aztán most világosá vált, hogy az nem Kárpit, hanem egy falfestmény. Mennyire durva, hogy ez az ember minden nap úgy megy el aludni, hogy azt néz, és úgy kell fel. Hát most értjük, miért akar ő is minden áron Harrenhalba menni. Lehet, régen az volt Démonnak a szobája. Elképzelhető. Pont, pont, pont. De többet nem mondom. De amikor ugye rendelnére megkapja, tudod a híreket Jaehaerysre. Igen, igen, igen. Arról mindenképpen kell beszélnünk. Hát, hogy ki van akadva. És tök vicces, hogy ugye pont az a címe a résznek, hogy kegyetlen Rhaenyra. És nem tudom, tehát, hogy aki azt mondja a Rhaenyráról, hogy ő tudott erről, az most biztos lehet abban, hogy nem tudott erről. A cserről, és teljesen totál ki volt akadva rajta. És ő is mondta, hogy miért pont ő egy anya, aki elveszítette nem olyan régen a gyermekét, hogyan is tenne szent szándéka pont ilyet, pont René Helénával. Az ártatlannal. Tehát ugye, igen, tehát Helén az, akivel tényleg is semmi gondja nincsen, tehát a húga soha nem tette ellene semmit se. Nem, nem, nem. Tehát tényleg... Aemond persze megint más lenne, de igen. Épp ez az, hogy ugye ő nem tudja, vagy itt még nem tudja, hogy Aemond volt a célpont. Meg egyébként ugye az Ottónak köszönhető ez az egész, mert ugye ő doboltatta ki, hogy Rhaenyra a szörnyetek, vagy nem tudom már, hogy volt angolul, de hogy így Rhaenyra the Kingslayer, és így mennyire undorító már, na mindegy. És
Démon ugye tudja, hogy mi az ábra, meg ott a monalizás mosolyával, meg ilyenek, és egy tök vicces, hogy Rénisz az első, aki kapcsol, hogy meg így... Hello. Tök vicces volt. Mármint, hogy komikus. Egyébként nem csak Rénisz volt, aki érdekesen nézett rá, hanem királyi testőrségnek a tagja is, furán nézett Démon vele. Aha. Laurent Marbrand. Ja, Laurent, aha. És ha nem tudom, megfigyelt, de érdekesnek tartom, hogy Jesserisnek a színésze, ahogyan átott Renirával szembe, olyan nagyon démonféle pozíciót vett fel. Tehát, hogy így félig így oldalasan kicsit ujját, valami nyugtatta a kezét, és igen, ő is tehát egyszerűen démonra nézett rá. Azt nem vettem észre, csak a Rhaenyst. De hát az nyilván. Majd megnézem megint, mert érdekes kis részlet lehet. És ez megint csak tudom Emma Darcy-nak az alakítását dicsérni, mert az, ahogy így lehuppa, hogy és így ránéz a férjére, és rádöbben, hogy what the hell. Hát ez valami zseniális. Igen, tehát. Gyönyörű alakítás volt, de én meg így, what? Meg alakításos szempontjából a következő jelenet, amikor ők ketten ott ezt megbeszélik. Megbeszélik. Ez annyira, ja, ez annyira kínos volt nézni, mint amikor tényleg egy ismerősöd, vagy valamilyen társaságban vagy, és egy pár elkezdett vitatkozni veled ott a képbe, tehát nagyon valóságos volt tényleg. És hát ez a tipikus ilyen toxik kapcsolatnak a veszekedés, amikor tudják, hogy hol kell mélyre ütni, és direkt oda mennek vele. Tehát mind a kettő tudta, hogy a másiknak melyik lenne a fájó pontja, és pont oda szólt bele. Szerinted melyiküknek volt igaz a Viserys-szel kapcsolatban? Szerintem mind a kettőnek igaza volt. Mind a kettőnek. Már... Tehát Renirának igaza volt, hogy soha nem bízott 100%-ig Démonban, és nagyon jól tudta, hogy milyen. Viserysnek viszont igaza van abban, hogy nem azért tette meg Renirát. Démonnak. Igen, Démonnak pedig igaza van abban, hogy Viserys nem azért tette meg Renirát az örökösének, mert olyan bölcs, és nem tudom milyen volt, hogy örökösnek kéne lenni, hanem azért, mert nem akart, hogy Démon legyen. Démonnal akart kiszúrni, és nem volt más választása. Ami ugye ott akkor legalább is. Az ötlete. Igen. Azt azért ne felejtsük el. Tehát én ezért vagyok gondban, hogy nem tudom, hogy kinek adjak igazan, mert Démon nekem nem Viserysről beszélt, hanem Ottóról. Mert Ottó az, aki szerintem rettegett ugye Démontól, hogy úristen, mennyire rossz király lesz. És a Viserysbe ültette bele ezt a bizalmatlanságot. I think, gondolom. Szóval, hogy így mind a kettőnek igen, ez volt, van igaz. Volt igaza. Igaza volt. És egyébként meg én Démonnak a pártján állok valamilyen szinten, mert ő tényleg full hűséges volt a Viserys papához is, meg ugye Renirának is most ugye azért pattog, hogy segítsen. és ez, hogy felelősségre vonja őt azért, amikor ő vajudott, ő háborút szervezett, szerintem tök jogtalan. Egy kicsit máshogy gondolom, tehát ott Renira akarata ellenére szervezett háborút. Tehát ott Renira megmondta Jesserisnek, hogy adja tovább, hogy ameddig ő vajudik, addig senki nem csinál semmit. Tehát, hogy mindenkinek az ő parancsára kell majd valamit tennie. Igen. Ennek ellenére Démon ennek nem nagyon engedelmeskedett, és elfelejtjük, hogy Renira a királynő, nem Démon. Renira az, akinek a parancsa szentírásra kell, hogy legyen. Igen. És ha ő azt mondja, hogy nem, akkor nem. Tök mindegy, hogy mit akarna Démon, akkor is nem. Jó, hát ennyi. És itt van ez a... Ráparancsolhatott volna Démonra, hogy itt legyél, amíg vajudok, az kész. Hívta Démont folyamatosan. Elkezd vajudni, és Démont a következő részben a mesterrel, meg az ilyenekkel látjuk, és éppen tárgyalja, hogy hova kéne menni, akkor folyamatosan halljuk, hogy a háttérben Démon, Démon, és nem megy oda. Hát jó, megadom. Jó, jó, de hát... De egyébként tök érdekes párhuzam ez, ahogy a Renira meg a Démon veszekedtek.
azzal, vagy a között, ahogy az Otto meg az Egon leszekszik. Tehát, hogy itt tök jó, hogy mind a két oldalt kaptunk egy ilyen összecsapást, hogy így, nem, te vagy hülye, nem, te vagy volt, hülye. Amúgy. Mi az Otto meg az Egon? Igen, tehát ott egy pár másodpercre elkezdtem meg kell szeretni tényleg. Rohadt nagy jelenet volt, és mondtam... És a színész, tehát le a kalappal előtte Eric Stephens, aki a Ottót játsza, tehát igen. Olyan arcmimikája van, tehát ugye, lehet ugye egy szemödökét húzni, hogy mit csinált Kristankor? Az volt a kedvencem, hogy így, Crispy amúgy izé cselekedett, és így... What? Nagyon kemény volt. Ja, ez a hülyéke vagy a körbevéve. Yes, I'm surrounded by idiots. Abszolút, de tényleg az ordon jutott eszembe róla, hogy jó. Mondtam is a csopiban, hogy ezt a részt az Otto vitte a hátán. Tehát úgy, ahogy az előző törenira, itt az Otto, tehát ez a jelenet, ez minden másodpercet megért. És igen. Ugye bekövetkezett az, amit mi már régóta szajkóztunk virágnyelven, hogy Otto el fogja veszíteni ugye a rangját. És ugye Elisenttel utána beszélgettek, és mondta, hogy jó, akkor megyek haza. Én ellenben visszamennék egy kicsit az Otto-féle jelenetre. Jó, oké, menjünk vissza. Hogy egyrészt az Otto és Elisent hibája is, tehát tényleg 20-30 éven keresztül azon dolgoztak, egyrészt, hogy megdöntsék Daemont, majd amikor megszületett Aegon, hogy ő legyen valaha a király, de magára a pozícióra nem készítették fel, és sikri a gyerek az uralkodás illetően. És tehát ez most ugye visszaüt, mert azt gondolták, hogy majd világéletében tudják majd terelgetni, ugyan szeretnénk, tehát hogy neki nem kell semmit se tudni az uralkodásról. De ugye látjuk, neki tetszik az, hogy uralkodó, csak mondjuk nem ért hozzá. Igen. Viszont érdekesnek tartottam, hogy Aegon tényleg annyira elhiszi, hogy Viserys őt nevezte meg királynak. Tehát én eddig azt gondoltam, hogy ő is tudja, hogy ez csak bullshit, és hogy nem igaz, és hogy csak Alicent hazudik. De ő tényleg elhiszi, és egyébként az is tényleg nagyon jó jelenet volt, amikor Otto elkezd röhögni, és megfordul, és igazából Otto volt az, aki királyá tette őt. Persze. Viserysnek köze nem volt hozzá. Otto volt az, aki 20 éven keresztül tényleg dolgozott azért, hogy ez megvalósuljon, és tényleg itt van. És hát igen, most már ő is megbánt ezt az egészet. Igen, igen. Te... Nem, mint Otto. Otto, ja. De egyébként megint csak ki tudom emelni a színészeket, hogy az, amikor így megfordult, hogy mit csinált Crispy, azon, hogy megremegett az Egonnak a hangja, az valami iszonyat. Tehát ezt angolul nézők érzékelhették, nem tudom, hogy a magyar szinkronban hogy adták elő, de látszott az Egonon, hogy egy kicsit beszett a nagyapjától, hogy így azt csinálta, hogy meg egyébként többre, és akkor így utána nyílt csak ki az arca, miután megsértette őt az Otton azzal, hogy kiröhögte. Hogy azt hiszed, hogy azt hiszed. És de nem, itt is itt van a párhuzam, hogy Daemon is ugye ezt kérdezte a Rhaenyra által, hogy igen, igen. Mégis hova gondolsz? Tehát... Igen, és egyébként tehát kicsit a szimbolikára visszatérve, amikor te is említetted, hogy szimbolikus, amikor összeveri Viserysnek a Lego szettjét, azzal, hogy szakít Viserys uralkodási módjával, és új van helyette. Itt, amikor leveteti Ottóról a sütítő kitűzőjét, és odaadja a Criston Cole-nak, ez is egy ilyen szimbolikus vágás volt Viserys és közötte, tehát itt már tényleg vége van a Viserys féle jó világnak, ami akkor volt, és most kezdetét veszi a tűz és vér. Igen. Ahogyan főleg most, hogy Criston Cole lett a segítő, tehát mit ért megint ő is az uralkodáshoz, ugye, az ilyen dolgokhoz, tehát mondjuk most ott Aegonnak ugye az is a terve, hogy ezüst ököl lesz, vagy hogyan mondta? Vas ököl, vas talán. Ököl. Yeah. És egyébként vas ököl lesz, igen. Ez a könyvből lett kivéve, tehát ez igen, majd, igen. Hogy nem szó szerint benne van, ugyanúgy, ahogy az
hogy vért akarok ontani, nem tintát. Szóval, ah, kirázott ide. Thank you! Köszönjük szépen, készítők! És egyébként az egyik legnagyobb hiba Crispit kinevezni. Igen. Segítőnek, hát tudjuk, hogy miért. És nekem tényleg Kriszton tényleg a jó példája arra, hogy valaki hibát követel, és egyszer mindig felfelé esik. Tehát, hogy egy no-name senkiből lett először a hercegnő saját testőre, aztán a 5 napja konkrétan, vagy egy hete a királyi testőrség parancsnok, aztán már hirtelen király segítője. Igen, igen. Tehát azóta már csak a király. Igen. Aki ismeri a csatornán az egyéb munkásságomat, azok tudják, hogy narcisztikus bántalmazás túlélőinek segítek. És a Kriston Cole a malignás narcizmusnak a mintapéldánya. Tehát minden, ami a nagykönyvben meg van írva, az a Kristonra jellemző. Tehát ez, hogy például semmiségért vonja felelősségre a Rikot. Tehát, hogy koszos a nem lepedő, hogy hívják, köppenye. Akkor az, hogy szent beszédet tart, az, hogy projektál, ugye a saját hiányosságait kivetíti a izére, az Erikra, a hatalomfitoktatás, a bűntudatkeltés, a hibáztatás, az ultimátum, tehát, ja, meg hogy nem ismeri el azt, hogy ő hibázott, meg nem követ meg senkit emiatt, ez a malignás narcisztikus. Az pont ugyanilyen. És baszki, azt, hogy van pofája kérdőre vonni Arikot, aki konkrétan szolgálatot teljesített, míg ő az Eliszenttel akrobatikázott, az valami kritikán aluli. Igen. És elpredben sem a halálba küldte igazából az egyetlen embert, aki megmerte kérdőjelezni, hogy ő mit is csinált, hol voltál akkor? Igen. És miért volt Helénának őrsége? Igen, és itt is bejön a narcizmus, hogy deflektálja a kérdést. Hogy egyébként a tesód meg tolvaj. Jó, ez hogy jött ide? Értetted? Igen, és egyébként a Crispy honnan tudja, hogy az Émont volt a célpont? A vértől? Vagy honnan? Hát nem mondjuk, ez így evidens volt, hogy ki volt a célpont. Tehát egyrészt látták, hogy Émont szobáján keresztül jött fel valahonnan, a titkos adagutakból. Másrészt meg ugye Larry's. Tudják, hogy miért történt ez. Lucerys halála miatt, igen. Nem fognak előttünk mindent megmutatni, tehát ő hallhatta ezt akár egy másik tanácsi ülésen, vagy ki tudja. Igen. Apropó, ha már most felhoztam vért, ugye az előző részben mondtam, hogy én baromira sajnálom a vért, és ki kellett vágnom egy jó nagy részt, mert spoiler lett volna, de most már el tudom mondani, mert nem spoiler végül, hogy a könyvben vért 13 napon keresztül kínozzák. Tehát nem úgy, mint itt a soriban, hogy meglátja a Larryst, és azonnal kiadja az egykori őrparancsnokát, tehát azért nem ennyire ez az emberke, de 13 napba telt, mire így úgymond föladta, és megengedték, hogy meghaljon. És egyébként a sajtot el se kapták a könyvben. Tehát ez is egy ilyen változtatás volt, és akik a kutya miatt nyavajogtak, azok most elégtételt kaptak, hogy hogy föl lett akasztva a sajt, meg a kutya így odaült, hogy na, rúgjál belé még egyszer! De azért azt sajnálom, hogy ezt, mert nem úgy sajnálom, hogy nem láttuk, ahogy kínozzák szegény vért, hanem magát ezt a szimbolikát, hogy kihagyták, az nekem kicsit nem tetszik. De hát ez van. Térjünk vissza egy kicsit Sárkánykőre, mert ugye Béláról és Jace-ről tök jó lenne, hogyha beszélgetnénk. Ugye Béla... Ezt egyébként nem értem, tehát ugye Jace az a tanácson föl ajánlott azt, hogy fölül Vermax-ra, aztán ott őrködik, vagy nem tudom, őrjáratozik. Igen, őrjáratozik. És a... Figyeli a környéket. Renira azt mondja, nem felejtsd el, azt a részét megértem, de közben meg Bélát meg kiküldi, akinek ráadásul kisebb a sárkány, ami mondjuk lehet, hogy előny, de én, ha Renira lettem volna, én mind a kettőt kiküldtem volna.
Nem csak az egyiken. Hát itt ugye belejön az is, hogy Chase az örököse. Tehát ha vele valami Igen. történik, akkor Chase a következő, és Igen, ebből a szempontból megértem. ugye, hogy ez ugye igen biztonságban kell tartani, az, hogy ugye Bélát küldi, az spoilermentesen erre csak annyit mondanék, hogy egy könyvben kicsit később, de Renirának ez egy nagy hátránya lesz, hogy így gondolkodik. És igazából csúnya lesz ezt mondani, de még Cseszerisznek nagy, nem is tudom, hogy mondjam, tehát ő az örökös. Neki van tényleg Értéke. értéke, igen, nem igaz, a szó. Köszönöm. Addig Béla annyira nem. Nem az, hogy értéktelen, de tehát sárkánylovas meg minden, de ha Renira választhatnak kettő közül, hogy kihajjon, akkor szerintem ez nem kérdés. Igen, értem. Csak mondom, hogy én, ha Renira lettem volna, és ezen a logikán megyek, hogy mondjuk féltem a családomat, akkor inkább a kettőt együtt küldöm ki. Igen, kettőt együtt kellett volna. Mondjuk lehet az is benne van, hogy tehát Bélának a sárkánya, ahol táncos, egy iszonyat gyors sárkány. Igen. Tehát őt nem harcba küldi meg ilyesmi, hanem csak örködjön, ha valami vissza kell jönnie és szólnia. Igen, igen, és azért is mondta, hogy izé maradjon magasan, mert igen. A felhők közt ugye el tud jobb, könnyebben el tud bújni egy ekkora sárkány, mint mondjuk Végár, vagy Keraxis, for that igen, matter. Igen. Yeah. Mondjuk azt tetszik, hogy tényleg egy kicsit előtérbe hozták őt is. Tehát, hogy nem ennyire csak igen. úgy mosolyog a háttérben, meg erre néz, meg arra néz. meg tetszik igen, az... Igen, mert egyébként... Ja, mondjad. Nem, csak az, hogy ahogy az interakció kettejük között, hogy hey babe, nem voltál vacsizni. Több cukik voltak amúgy. Uh-huh. Egyébként azt is, ahogy ilyen beszéltek Harvey Strongról, hogy tehát egy nagyon belsőséges kapcsolatuk lehet, hiszen mindenféle akármi nélkül kérdezte, hogy ja, és Harvey Strong ilyen apa volt. Tehát, hogy Jace is vele erről mindenféle kötelék nélkül tud beszélni, tehát teljesen őszintén. Igen, igen, és egyébként tökre tapintatos volt, mert úgy kérdezte, igen. hogy milyen volt a nagybácsi? Nagybácsi? Nem tudom, valamelyik. A Lénor, mondod? A Lénor, igen. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy az apád, hanem helyén kezelte a címeket, és ez, hogy fölhozta a Sir Harvint, ez is egy ilyen tök megrendítő volt. Nekem szerelmem volt Sir Harvin. Ez a belsőséges, nem is tudom, megértés a Jace meg a Béla között, ez is egy ellentétbe állítható Helena és Egon közti interakcióval. Tehát, hogy ez mennyire belsőséges, ott meg csak volt egy összenézés, azt hello. Igen. Hát lehet, hogy bennük tényleg van közöttük egy jobb kapcsolat, egy sokkal igazább kapcsolat, mint például Égon vagy Helena, tehát... Igen. De ez igazából már akkor is várható volt, láthattuk, amikor a 8. részben Rhaenys közölt, hogy épp most fogadt el, hogy Rhaenyra fiai hozzá menjenek az unokáihoz, és láttuk, hogy mennyire örültek neki. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog volt, mint például esetleg Aegon és Helena esetében egyik se akart az egészet. Igen. Tök cuki, hogy a Lénorról az első, ami eszébe jutott a Jace-nek, a halfogás, meg a matróz dalok. Uh-huh. És hogy mennyire jellemző, nem? Tehát, hogy velárjon. Le se tagadhatja. Hiába izé, sárkánylovas, velárjon. Igen. Tök jó. És ha már itt vagyunk a sárkánylovasoknál, meg Driftmarkon, itt van az a két szereplő, akire felhívtuk a figyelmet, ugye most megismerkedtünk Edemmel is, nem csak Elinnel, és egyébként én úgy emlékszem, hogy a könyvben az Edem volt az idősebb, itt meg ő tűnik igen, fiatalabbnak. Igen, igen, megváltoztatták. Na. Igen. Nekem baromira tetszett az a jelenet, most ugye túl vagyunk azon, hogy ugye az Elin már hazatér, de majd visszatérhetünk rá. Nekem a partos jelenet nagyon tetszett az Edemmel, hogy ott uh-huh. ugye áskálódik, és kiemel a homokból egy rákot. És ez engem abszolút visszarepített a ráketetőhöz, mert ugye az is ilyen, uh-huh.
tengerparton zajlott, hogy úgy mondjam, tehát ugye szigeten, és hogy rögtön utána megjelenik Sea Smoke, ugye tengerköd, ami szintén visszacsatol. Két harcolt Szintén visszacsatol oda, és így, jó. Igen. Igen, szerintem is ez egy ilyen szimbolika volt, hogy talán a nézőknek így egyszerre beugrik a rákról talán, hogy ezt a sárkányt utoljára ott láttuk. Igen, meg most már tudjuk, hol van tengerköd, mert ugye nem tudtuk, hogy hol van. És egyébként érdekes, mert ugye itt a sorozatban Lénor elmenekült, tehát ő életben van. Na most a kapocs az nem szűnik meg sárkány és lovasa között. Én például nagyon szeretném tudni, hogy ha lesz tengerködnek új lovasa, akkor azt hogy oldják meg? Mert nem tudom, hogy fog-e így hát remélem, felragadni rá. Hogy igen, valahogy szóba kerül ez, hogyha a tengeri ködnek új lovas van, az azt jelenti, hogy Lénor már halott. Azért remélem, egy mondatot ez megér nekik tényleg, mert kicsit butaság lenne ne rombolni azt, amit eddig Martin felépített a sárkány lovasok köré. Viszont én visszamennék kicsit Elin és Adam beszélgetéséhez. Múltkor ugye kérdezted, hogy szerintem tudják-e. És mondtam neked, hogy szerintem mindegyik tudja, ezért volt olyan kínos. És most megfogta a fülemet az, amit Adam mondott, hogy ennyivel tartozik nekünk. Igen. Vagy valami ilyesmi. Tehát én ebből azt szültem ki, hogy ők tudják. Ha ők tudják, akkor Corlissnak is tudnia kell. Mondjuk kérdés, hogy miért, mivel tartozik? Most azért tartozik, mert az Elin megmentette, vagy van még valami plusz tudsz is? Tehát, hogy ugye ez majd a... Szerintem a plusz tudsz miatt. Igen, ez majd kiderül, de hogy vajon az a plusz tudsz az-e, amire mi gondolunk, vagy van még valami azon kívül? Szerintem tehát... igen. Majd kiderül! A mottunk. Majd kiderül. De egyébként meg baromi cukik voltak. Tehát, hogy így van répa abban a pörködben? Vagy nem is tudom, mire fordították. Ragú? Azt hiszem magyarul. Hogy így tök jól látszik ez a bensőséges testvéri kapcsolat. Hogy így, mondd, hogy megcsináltad azt a ragút, mert éhezem. A kétszer sültek, beletört a fogam. Tökarik voltak. Szóval ők egy nagyon cuki páros, meg érdemes azért követni a tevékenységeiken. Igen, és tök jó, hogy a következő jelenet, amiben átkapcsolunk, az ugye Rhaenys és Corlissnak a párosa, hogy ott action után vannak. És tök érdekes a beszélgetés is, ami köztük lefolyik, ami általában jellemző rájuk. Nem, szerintem ők egy nagyon kis cukipe, tehát Westeros világában az amúgy is ritkaságban megy, hogy egy ilyen politikai kapcsolat szerelemmé menne, és ők már azért jó régóta együtt vannak, és bennük még mindig benn van ez a szikra, és főleg azt nézett, hogy mennyi szörnyűségen vannak ők túl, tehát meghalt mind a két gyermekük, igazából most úgy nincs is saját örökösük, hiszen Rhaenyra a gyerekei, nem az ő vérükből van. Igen, tehát ott van Béla és Rhaena, akik ugye, ha Rhaena összeházasodott volna Lucerys-szel, akkor legalább Rhaena részéről tovább ment volna a Velaryon vér, a Velaryon névvel együtt. De hát ez most még kiderül, hogy ezt ott mit fognak vele kezdeni. De tehát számomra ők egyébként egy nagyon cuki pár, és ők a kedvenc karaktereim a mai napig. Tehát Rhaenys és Corlys, ők... Igen. Igen. Érdekes a kérdés, hogy vajon Daemon megkísérli elbitorolni Rhaenyra trónját. Itt jön be az, amit én mindig is mondtam, hogy szerintem Daemonnak baromira nem fáj a fog a trónra, hanem megelégszik a másod szereppel. Igen. Meg nekem az, hogy Rhaenys átérzi azt, hogy milyen az, amikor ugye elveszik a trónodat, és már csak ezért is szolidarít a Rhaenyrával, hogy akkor, jó, hát akkor nem sikerült, talán most, és Mélisszel együtt 100%-ig ugye Rhaenyra ügye mellett állnak, és ez tök jó. Meg azért megtudtunk egy új részletet a kapcsolatukról, hogy azért
a királynő, aki sose volt. Enyhén domináns. Azt mondjuk, nem tudom. Igen. Kis BDSM, tudod, a korlisztai. Érdekes. Érdekes. Cuki, ez is így megfűszerezi azért a kapcsolatukat, tehát... Igen. Rénisz a domina. Jó. Szerintem kicsit visszamehetnék Otto és Alison beszélgetésére. Igen. Mert ott kiderült egy fontos dolog, ami egyébként néztem egy-két ilyen reakciós videót, hogy ki mit szült rá a részből. Nagyon sok embernek elment így teljesen a füle mellett, hogy van Alicentnek még egy fia. És halleluja! Yes. Ezt látjuk. Yes. Igen. Daeron nem értek ki a történetből. Igaz, hogy nagyon késő, már most is behozni, de legalább nem van. Igen, de szerintem el kell keserítselek, hogy nem ebben az évadban fogunk vele találkozni. Biztos, hogy nem ebben az évadban. Mert ugye azt mondta az Otto bácsi, hogy ugye hazamegy, mert hogy van még egy kölök, aki ugye távol lett fölnevelve Királyvártól, meg ugye hát a hazai büszkeség, hogy nyilván ő sokkal normálisabb, meg befolyásolhatóbb, meg egyébként, by the way, neki is van sárkánya. Te szerint? Igen, a kék királynő. A kék királynő, aki azért cool, mert kék tüzet okád. Remélem, megcsinálják. Ami valószínűleg itt nem de lesz. De csinálják meg, nem léti, hiszem. Léti. Nem hiszem, mert tehát nem csak te szerint volt az, aki a saját színe megfelelő tüzét lőtte, hanem az összes többi sárkány. Igen. És tehát végelső okád olyan, nem tudom. Sem zöld. Megfakult zöldet, tehát sajnos nem hiszem, hogy ezt behozzák. Viszont el kell, hogy keserítselek, mert Ryan Condal azt mondta, hogy Daeron még nem sárkány lovas, hanem még csak most kelt ki a tojása, vagy valami ilyesmi. Ami, tehát nem tudom, hogy csak most mond furcsaságokat, vagy... Tehát azért láttuk, hogy az első évadhoz képest a második évad is kicsit másmilyen irányba ment egy-két karakternél, tehát lehet, hogy ez még változik, de jelen pillanatban, ahogy a most gondolja, az, hogy Daeron még csak most kezd majd el sárkányra legelőször ráülni, ami azért fura, mert Daeron ekkor már egy tapasztalt sárkánylovas volt, tehát neki már akkor kikelt a sárkánya, amikor Aemond megszerezte magának végert. Igen. És hát, igen. Jó, hát, ez van. Tehát, hogy biztos megvan az oka, miért így csinálják. Nem hiszem, de szerint, oké. Mert a Bélának a sárkánya is egy azért nagyobb, mint egy ló. Legalábbis a képek alapján, meg amiket láttunk az előzetesekben. Azért, meg ugye ez, hogy a Helénát nem láttuk még sárkányogolni. Figyelj. Elfoganom. Hát most mit csináljak, érted? A lényeg az, nem hogy tudom. Lesz Daeronunk, úgyhogy annak kell örülni, ami van. Azt gondolom. Nem. Viszont nagyon remélem egyébként, hogy további részekben is azért fogják őt még csak így közbe behozni, érted a beszélgetésbe, hogy tényleg csak megemlíteni, mert ez az egy mondat, ez annyi embernek a füle mögött elsiklott, hogy ez nem elég. Tehát én mondjuk most arra várok, hogy azt hiszem a következő részben majd a Hightower katonák érkeznek Királyvárba, főleg Alicentnek a testvér Egwene, hogy remélem ott lesz legalább egy kis beszélgetés, hogy jó, igen, Daeron már megnőtt meg, mit tudom én még igazán büszke lennél rá, vagy valami tényleg ilyesmi, hogy az ember azért tudja, hogy tehát így is már szerintem nagyon késő egyébként behozni egy ilyen fontos karaktert, mint Daeron volt. Mert tényleg ez is semmit nem hallottunk róla. De az, hogyha még most is innentől fogva se kezdik előtt egy kicsit behergelni, vagy nem is tudom, promotálni. Hogy mondjam. De hát, igen. Ja, nekem tehát ez egy nagy gondom, hogy... Kicsit furi. Mondjuk lehet, hogy én azért vagyok ennyire megkattamva a Daeronért, mert nekem a könyvekben a zöldek oldalán ő volt az egyetlen karakter, akiért tényleg szurkoltam, és aki tényleg kedvelhető karakter igen, volt. Igen, igen. Meg hát nem tudom magyarul, hogy van... The Daeron, the Daring, Daeron a merész. Ugye igen, merész Daeron. Daeron. A beszéneve. Szóval ez azért elég sok mindent elárul, és nekem mondjuk, jó, tudom, hogy miért mondod, hogy ő az izé, de hogy nekem csak... Nekem a sárkánya kell. Igen. De izgé. Viszont egyébként van egy olyan teóriám, hogyha Otto tényleg eltávozik óvárosba,
akkor ezt valószínűleg azért fogják megtenni, hogy egy már ismert karakterrel mutassák be Déront a következő évadba. Mert ugye Otto alapban a könyvekben ott maradt királyvárba, annak ellenére, hogy ugye nem volt már többé királysági tője, meg igazából tiszta kínos így ott mászkálni, hogy ekkorát esett. De itt ugye megy vissza óvárosba valószínűleg azért, hogy egy teljesen új karaktert, már egy ismert karakterre mutassák be, tehát ne csak teljesen ismeretlen full színészekkel, statisztákkal és a Hát többi. de ott van a Hóber. Mert az óvárosi... Hát de a Hóbert szerinted hány átlagnéző ismeri? Jó, oké. Okay. Tehát ugye ahogyan a sorozatot készítik, sose úgy kell elképzelni, hogy az olyan rajongóknak csinálják, hogy 50-szer megnéznek egy részt, hogy mindent kielemezzenek, és minden egyes statisztának az arcát ismerik már messziről, hanem az átlag néző, aki megnézi egyszer vagy kétszer, hogy nekik is tiszta legyen. Jó, oké, de ugye azt mondta az Eliszent, hogy Highgard égikert bemenjen. Oda fog menni szerinted? Ezt mondta Eliszent, tehát nem tudom. Majd kiderül. Majd kiderül. Még mielőtt áttérünk a fináléra, még a Hugh-ról, meg az Alpha-ról szeretnék egy kicsit pár szót ejteni, aztán mehetünk tovább. Ugye, amikor megy a Jaehaerysnek a halotti menete, akkor ott mutatja a kamera a Hugh-nak a feleségét egy pillanatra. Ugye ezt mi még nem tudjuk, hogy ez ő, csak később derül ki, hogy ez a feleség. És baromira bírom a Hugh-nak meg a feleségének a jelenetét, mert olyan, mint hogyha a nép is szót kapott volna itt a sorozatban. Tehát, hogy így nagyjából ők képviselik a népet. Tehát tőlük tudjuk meg, hogy ugye kevesebb a kaja, meg hogy mennyire szar helyzetben vannak, meg a feleség azért nagyon kis okos, mert ugye a Hugh mondja, hogy hogy a király megígérte, hogy előre kapjuk a fizetést, és így, aha, és mikor? Mondta, hogy mikor? Nem. És egyébként ez valószínűleg nem fog megtörténni, tehát most Aegonnak azóta már máslog jár az agyán, úgyhogy igen. Ja, egyébként a Hugh... És hát azt is megtudtuk, hogy az infláció az rendesen felment királyvárba is, tehát háromszorosáért veszi, igen. Most sírkét és jóval messzebb kell lenni, érte. Igen, és egyébként lelőttél múltkor, amikor akartam mondani, hogy hogy miért van ez az infláció, vagy legalábbis szerintem miért van, mert hogy a Thailand elosztotta a királyi vagyont, tehát hogy nincs minden királyvárban az összes vagyon, és háromszoros áron lehet hozzájutni dolgokhoz, annak van egymáshoz köze. Én ezt gondolom. Szóval így tök nekem így azonnal beugrott, amikor mondta, hogy háromszor annyiba került a csirke, és így, Thailand! Hát, számomra ez kérdéses, én arra vártam volna, hogy azért egy ilyen fontos dolgot, ami ugye később évben ez fontos, hogy mi van a kincstárban lévő aranya, hogy arról azért legalább valami szót emelhetnének, de ez lehet, hogy még később jön. De szerintem ők már beszéltek erről az első évadban, amikor meghalt Viserys. Nekem mintha rém lenne valami, hogy talán pont a könyvben beszéltek róla, igen. Mert hogy mintha a Thailand megemlítette volna, hogy szét kell osztani a vagyon, csak aztán másra terelődött a szó. De hogy ez jutott eszembe, és az Alf, vagy Ulf, nem tudom, hogy fogják majd angolul hívni, ő is kémiózott, megmutatta magát, és pont egy olyan jelenetben láttuk őt először, ahogy krumplit lop. Igen. Tehát én már bírom ezt az embert egyébként, tehát, de hogy ő is. Igen, ha muszáj, akkor muszáj. Ő is valamilyen szinten a nép hangja. Tehát igen. Amikor ott látja, hogy így föl vannak akasztva az emberek, és akkor mondja a néni, hogy a királyi... A fia volt. Királyi palotában dolgozó patkány fogókat akasztották föl, akkor az Ulf, vagy Alfnak ilyen nagyon... undorodó feje volt, nem? Tehát, hogy így, Jó, én már most bírom. Jó. Bírjad! Igen. Ja. Nem, egyébként, hát most még sokan nem tudok hozzáfűzni. Jó volt a bemutató jelenete, de majd kíváncsi vagyok, hogy
mit fűztek az ő karakteréhez. Tehát jó is azért kicsit jobban ki lett bontva, mint a könyvekben volt. Biztos vele is ezt fogják egyébként majd tenni. Nagyon remélem, meg még az a Hughhoz akartam annyit mondani, hogy tök úgy néz ki, mint egy Witcher. Nem? Tök jó, már... De a lengyel változatnak a Igen, Geráltja. igen. Hát, vagy nem feltétlenül mondanám Geráltnak, de mondjuk a Vezemir és a Gerált közötti valahol. Hogy van már egy Blood Elfünk. Ellen egyébként annak is, igen. Van egy Blood Elfünk, meg most már van egy Witcherünk is. Yeah! Beszéljünk Mizáriáról, mert egy fontos karakter. Fontos karakter lesz. Hát igazából ugye róla még most még sok mindent nem lehet elmondani, de Renira betartja a házának az esküjét, még akkor is, ha nem ő tette, és szabadon engedi. És nézzük, hogy egy jó tett, milyen sokáig elmehet, hiszen ha akkor nem engedi szabadon Miseriát, akkor Miseria nem veszi észre az Arikot, és nem szólt volna az őrnek, hogy haló, haló. Igen. És hogy ugye miből lesz a cserebogár, ugye amikor ott beszélgettek, akkor jött rá, hogy baszki, én ismerem ezt a csajt. Téged el akart venni a démon, nem? Meg gyereket vártál, nem? Meg miatt lopták el a sárkány tojást, meg what the hell, tudod? És a Miseria egyébként tök jól megmondta a magáét, hogy honnan jött, hova küzdötte fel magát, és az olyan, mint az Otto Hightower, meg a démon, soha büdös életben nem fogják őt elfogadni. És látszik a Renirán, hogy így kapcsol, hogy így poszki, kicsit, igen. Ebbe a szituba vagyok, és szerintem ezért engedte el. De persze feltételekkel, hogy én mondom meg, hogy hova mész. Igen, igen. És egyébként egy csomóan vitatkoztak, meg hallod, én nem tudom, mit néznek az emberek, de hogy nem ezt, az biztos. Mert egy csomóan megkérdezték, hogy most akkor a Miseria szólt az Eriknek, vagy hol, mert nem láttuk, és így, oh my god, kamerán kívül tart ennek az események, képzelnek. Hát még mutatták is, hogyan szól az őrnek, hogy elnézést. Tehát onnan, hogy nem lehetne szűrni, hogy utána valószínűleg szólt, hiszen én is Edith-től láttam egy ilyen kérdést, hogy honnan tudta Arik, vagy Erik, vagy hogy tudta egyáltalán. Aztán írták is neki, hogy szerinted mindig úgy ront be a királynő termében, hogy fivére! Úgy ront be a királynő termében, hogy fivére, nem? Tehát tényleg nem is tudom, hogy egyébként mit nézek, vagy hogy mit csinálnak, miközben nézik a sorozatot. Ja, de egyébként zseniálisan csinálták meg ezt a részt. Ugye igen. Maga az, hogy az Arik odaáll, tehát a jobb, odaáll a őrt állni, ott engem is egy pillanatra megtévesztett, hogy így, jaj, az Erik, a bal érzi az évesztét, és azért áll őrt, hát nem. Nem, az az Arik volt, a jobb, és egyébként a... Szóval, hogy a könyvben három különböző variációt kapunk erről a párbajról. Tehát azt hiszem a gomba mondja azt, hogy ugye szeretlek testvérem, én is szeretlek, és akkor egymást nyírták ki. A két másik, tehát a szeptom meg a... Szempont, hogy a gomba mondta azt, hogy egymás szitták. Igen. De igazából lényegtelen. Mindegy. A három beszámoló közül egy mondta azt, hogy de imádlak, a másik kettő meg azt, hogy nem. Hogy tényleg itt... Áruló vagy utála, igen, igen. Viszont szerintem egyébként a lehető legszebbet választották. Szerintem is. Magában a sorozatban, igen, tehát gyönyörű volt ez a jelenet, ahogy lett forgatva. Igen, és én többször is visszapörgettem, hogy megpróbáljam kisillavizálni az összeütközés során, hogy melyik, és egyszerűen nem lehet szétválasztani őket, mert mind a kettőnek ugyanolyan sérülései lesznek. Egy az, ami kap ide egy sebet a vége felé, de hogy mind a kettőnek meg lesz vágva a lába is, meg a karja is, és rohadtul nem lehet tudni, hogy most akkor melyik. És a kétségek eloszlatása a véget mondom, hogy aki ott földre kerül, és folytogatva van, ő az Erik,
a bal, és aki folytogatja a jobb, ő az Arik, ugye a zöldeké. És ő mondja ki először, hogy szeretlek, testvérem. És ez számomra annyira megható volt, mert én az Eriktől vártam ezt először, nem gondoltam volna, hogy az Arik ezt fogja mondani. És tényleg, meg ez, ahogy kardjába dől a végén, hát ez valami rettenet. Ahogy bőgtem, mint egy... Igen. mint egy kis baba. Igen, tényleg egy nagyon, nagyon megható jelenet volt. Szerinted melyik érte akkor túl? Arik vagy Erik? Erik. Erik érte túl, mert ugye ő mondta azt, hogy felség, bocsáss meg. Egyébként ez a Cargill összecsapás, ez konkrétan leképezte a sárkányok házát. Tehát, hogy annak a szimbolikája, nem sárkányok háza, sárkányok tánca, a sárkányok házán belül. Értettük szerintem. Szóval, hogy azt szimbolizálta, mert ugye testvérek egymás ellen, és igazából semmi jó nem kerülhet ki belőle, tehát mindenki Igen. meg fog halni. Senki se akarta, de valahogyan bele lettek kényszerítve. És igazából itt a tragédiája tényleg a sárkányok táncának, hogy két testvér, akik szerették egymást, mégis arra kényszerültek, hogy megöljék a másikat, azért, mert a sárkányok egymással táncolnak. Igen. És ugye ez visszaköszön majd Westeros nagyházaiban, kisebb házaiban, a szolgálókban, az átlag hornép között is. Igen. És egyébként kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd erre a válasz. Tehát azért nyilván nem ugyanaz a szint, mint megölni egy kisbabát, viszont a királyi testőrségnek a nemes, szűzies katonáit elküldeni egy ilyen macskos küldetésre, azért ez is majd visszhangot kelt Westeroson szerte, hogyha ezt ugye továbbadják. Igen, tehát ugye Arik ezt mondta Crispinek, hogy így rohadtul nem erre esküdtem föl, hogy itt mindenféle Igen. áruhába megtévesztő szerepben ezt meg azt meg azt csináljam, de hát ugye Igen. Crispinek nincsen becsülete. Hát Kriszton, ez ugye nincsen. És ugye itt jön egy kicsit vissza az előző beszélgetése Eriknek Démonnal, hogy ők arra esküdtek fel, hogy a királyi családot védjék. Az, hogyha a királyi család egymásnak esik, ők attól még a királyi családot kell védeniük. És tehát Arik látszott, hogy ezt nem akarja megcsinálni, tehát elnézést is kért Lenirától, úgy mond, hogy mondta neki, hogy én ezt nem akartam. Igen, nem volt más választásom. Igen. Nem tudom, annak ellenére, hogy zöld párti, most így megbocsájtottam neki. Békeporaira. Jó van, hát én nagyon, nagyon várom a harmadik részt. Ugye látunk egy jó kis trélert a harmadik részről. Talán valamit, amit még hozzá lehetne fűzni a könyvekből, hogy volt benne egy olyan részlet, ami nekem mindig is nagyon tetszett, szerintem mindig nagyon ütött, hogy Lucerys és Jaehaerys halálával a hollók háborúja véget ért, és kezdetét vette a tűz és vér háborúja. És ezt most majd a következő részben is látni fogjuk, hogy most, hogy Jaehaerys is meghalt, Lucerys is, ugye két gyermek halála tényleg beindítja az igazi vérontást. Úgyhogy igazából most következő résztől fog kezdődni az, ami be lett annyira harangozva. Igen. És ugye Démon is elindult valamerre, Kerexisszal, ami hát valószínűleg Harrenholba ment. Harrenhol valószínűleg, igen. Nem csak sétarepülőre ment. Egyébként ez tök jellemző a Démonra, hogy így megszorongatják, vagy dühös, vagy nem tudom, akkor így lelétszel. Igen, kicsit csak úgy csűsz. Viszont az a zene, ami alatta ment, amikor elrepült, az valami gyönyörű volt. Meg még egy dolgot akarok behozni, hogy van még egy párhuzam a feketék meg a zöldek között. Ugye a Helena, amikor a gyászmeneten van, és így fölnéz a várfalra, akkor ugye nem az emberkéket nézi, hanem a száraz virágot, ahogy ott hull. És van egy nagyon hasonló jelenet Renirával is, amikor ugye igen. Gyerekeivel játszik. És hát nekem baromira bejött az, hogy a kicsi Viserysnek egy sárkány játékot adott. Nekem ez egy csomó mindent jelentett, de nem akarok túlzottan belemenni. Én már az első évadban azt mondtam, hogy akárhányszor megjelenik egy gyerek, és van vele egy konkrét első jelenet, abban van egy easter egg.
Tehát például Egonnak is az első komolyabb jelenete gyerekként az volt, amikor a Viserys papa a saját borából adott inni. És hát látszik, hogy Egon igen, csak szereti a bort, meg Helena is, amikor bébi volt, akkor állandóan bőgött, amikor az anyja kezében volt. Szóval érdemes azért ezen elgondolkodni, hogy mit jelenthet az a sárkány. És egyébként hasonló is a zene, szerintem, bár zenei füleim nem túl képzettek. és hogy ő is így elbambul, ugye a poron, vagy nem tudom, szálló porra, hogy így bejön az ablakon. És ugye tudjuk Helénáról, hogy ő álmodó. És azt mondja a teória fandom, hogy amikor azokat a leveleket vagy virágokat nézte a Helena, akkor lehet, hogy látomása volt, és azért kapta a pánikrohamot, és hogy úgy volt ez az operatőri munka Renirával kapcsolatban, hogy ugye a szemét vette föl a kamera következőleg, és hogy így mi van, hogyha Renira is látott valamit, vagy volt esetleg egy látomása. És tovább mentek, hogy azt mondták, hogy valójában egymást nézték, mert hogy ugyanabban a pillanatban történhetett valószínűleg úgy nagyjából a két helyszínen, és ez tök érdekes egyébként szerintem. Ja, jó kis szimbolizáció volt mindenképpen. Meg így a kapcsolat. A Renirával ez a... Meg, igen. Igen, meg tehát Renir ugye... nem hát sohasem nagyon közel a földesvéreihez, viszont Helénára a könyvekben is mindig úgy hivatkozott, hogy édeshúgom. Igen. Tehát... Renira a kegyetlen. Jó van. Hát szerintem mindent megbeszéltünk, amit lehetett, amit nem, azt majd a komment szekcióban pótoljuk, hogyha valaki kommentel. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ismét. Köszönöm. És a meghívást. Hát nagyon várom a következő alkalmat is. A nézőknek minden jót, és vigyázzatok magatokra, illetve írjatok kommentet, kérdést, hogyha akartok válaszokat kapni, vagy bármilyen véleményetek van, akkor azt sok szeretettel várjuk. És hát, Valar Morghulis. Sziasztok! Sziasztok! Ezt is kifogom már.